Szinte mindannyian kaptunk már olyan SMS-t, olyan hívást, vagy olyan e-mailt, ami arról szólít fel, hogy kicsalja tőlünk a bankszámláinknak az adatait, vásároljunk valahol, ami nem tűnik egy valós vásárlásnak, és azért milliárdok, 10 milliárdok vándorolnak így bűnözőknek a zsebébe. Sok 10 000 embert károsítanak meg, ezért a magyar kormány a lehető leghatározottabban lépett fel, és már most jogszabályokat módosítottunk annak érdekében, hogy meg tudjuk állítani ezeket a pénzeket még Magyarországon. Adjunk jogot és kötelezettséget a bankoknak, hogy állítsák meg a pénzeket, de itt nem fogunk megállni. Egy új jogszabálycsomagot terjesztünk még a mostanin túl, amit már elfogadott az országgyűlés, és ami hatályba is lép, szeptemberbe, októberbe az országgyűlés elé, tehát az őszi időszakban, amikor további akadályokat fogunk gördíteni az online csalásokkal szemben. Szinte mindannyian kaptunk már olyan SMS-t, olyan hívást, vagy olyan e-mailt, ami arról szólít fel, hogy kicsalja tőlünk a bankszámláinknak az adatait, vásároljunk valahol, ami nem tűnik egy valós vásárlásnak, és azért milliárdok, 10 milliárdok vándorolnak így bűnözőknek a zsebébe. Sok 10 000 embert károsítanak meg, ezért a magyar kormány a lehető leghatározottabban lépett fel, és már most jogszabályokat módosítottunk annak érdekében, hogy meg tudjuk állítani ezeket a pénzeket még Magyarországon. Adjunk jogot és kötelezettséget a bankoknak, hogy állítsák meg a pénzeket, de itt nem fogunk megállni. Egy új jogszabálycsomagot terjesztünk még a mostanin túl, amit már elfogadott az országgyűlés, és ami hatályba is lép, szeptemberbe, októberbe az országgyűlés elé, tehát az őszi időszakban, amikor további akadályokat fogunk gördíteni az online csalásokkal szemben. Megváltozott az Európai Unió. Eredetileg pont arra jött létre, hogy a nagy országok ne tudják az akaratukat a kicsikre kényszeríteni, és most azt látjuk, hogy maga az Európai Unió válik egy olyan szervezetté, ami befolyásolni akarja a véleményt, befolyásolni akarja az országokon belüli véleményt. Na, ezzel ellen a lehető leghatározottabban fel kell lépni. Fel kell lépni az olyan törekvésekkel szemben, amikor egyes kérdéseket úgy módosítanak, úgy értelmeznek át, hogy bizony az egyhangúság helyett egyszerű többséggel hoznak döntéseket, ilyen például a bevándorlásnak a kérdése. Az, hogy védjük meg a határainkat, hogy ne változzon meg egy ország arculata, az nem egyszerű belbiztonsági kérdés, hanem bizonyára is biztos, hogy olyan kérdés, ami mindannyiunkat érint, és amiben a magyar embereknek van döntése és beleszólása. És nem semmiképpen sem olyan kérdés, amit egyszerű szótöbbséggel meg lehet változtatni, minimum egyhangúság kellene ezekhez a kérdésekhez. De látjuk azt a törekvést is, ami a háború pártiak oldaláról fennáll. Azt, hogy változtassuk meg a háborúval kapcsolatos álláspontunkat, és ezzel kapcsolatban is minden eszközt felhasználnak. Ilyen eszköz például az, amikor velünk szemben jogállamisági kifogásokat állítanak elő. Ilyen a jogállamisági jelentés, ami az elmúlt napokban jelent meg, ahol egyébként igaztalan állítások vannak, olyan igaztalan állítások, amik minden ténybeli alapot nélkülöznek, de nem jogi kérdésről beszélünk, hanem bizony politikai kérdésről. Na, ezek ellen kell harcolni, és ezért szükséges az, hogy a szuverenitásunkat folyamatosan védjük, módosítsuk a szabályainkat, és erősítsük meg azokat az intézményeket, amelyek a szuverenitás védelmével kapcsolatosak.